A művészet felemel címmel készített egy karácsonyi kisfilmet a MÜPA, most megnézzük ezt, nagyjából 4 perc, és utána beszélgetünk majd a MÜPA képviselőivel. Nagyon direkt reakciót akarnánk mondani, azt mondhatnánk, hogy felemelő volt a film, de tényleg egyébként az alkotókat nem tudom, megismerhetjük-e, mindjárt elmondja ezt nekünk Récsán Gábor, a MÜPA marketing vezető, és Kosztolánci Gábor, a MÜPA vezérigazgató helyettese, akik vendégeink. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kiknek köszönhetjük ezt az alkotást? Az ötlet Gáboré volt, ahogy a tavalyi filmé is,
És én át is adom a szót egy kicsit, akkor beszélsz alkotókról. Hát a filmet, igen, a forgatókönyvet én írtam, tulajdonképpen egy backstage pillanatból született az ötlet, egy műpás házbejáráson, a filmben is látható zongoralifttel süllyedtünk lefelé, amikor nekem meglepő módon a színpad alatt egymás fölötti fakokban 6 darab zongora, különféle zongora sorakozott, és akkor körvonalazódott bennem maga az ötlet, de igazából ennek a magányos, szeretetre éhes, és főként koncertekre éhes zongorának a karaktere ennek a vírushelyzetnek a fényében vált igazán aktuálisan. Igen, ezért hát vált. A nézők is már ki vannak ijesztve, gondolom, ezekre a hangokra. Mennyire, milyen körülmények, ez hogyan élvezhetik most egyáltalán a műpának a produkcióit? Talán ez kevéssé köztudott, hogy a műpa folyamatosan üzemel, nézők nélkül, és a legtöbb előadásunkat megtartjuk, úgyhogy vagy élőben közvetítjük a honlapunkon, vagy a YouTube csatornánkon, vagy pedig rögzítjük őket, és akkor a televízió fogja ezeket később leadni. Tehát, hogy valójában folyamatosan dolgozunk, rengeteg előadásunk van, és ez a film pedig pont azt célozta, hogy amit eddig látnak a nézők a tévén keresztül, az ugyanaz a perspektíva volt, amit ők megszoktak a nézőtér felől. Most pedig szerettünk volna egy kicsit bepillantást nyerni, vagy mutatni abba, hogy egy csodálatos csapat dolgozik ott, elképesztően összehangolva szakmájuk legjobbjai, és egy nagy családias légkörben szinte félszavakból vagy enélkül is egy-egy biccentésből értve egymást hozzák létre estéről estére ezt a csodát, és ezt az összetartást szerettük volna megmutatni ezzel a kis filmmel. Családiasság, a karácsony, a család ünnepe is ennek kapcsán, ugye az is a címe a filmnek, vagy az ott az apropója, hogy a karácsonyi. És ez a második, kapcsán. Miért fontos ez? Most egyébként a vírusra is rezonál, és természetesen ha első lenne, akkor nem kérdezném, de ez tavaly is fontos volt nektek, már mint a karácsonyi film, mert akkor is beszélgettünk erről. Miért fontos ez a műpának? Szeretnénk egyre többet mutatni magunkból. Tehát ugye a nézők bejönnek, látják azt az oldalt, amit megszoktak a nézőtéren, és szerintem a műpánél sokkal értékesebb. Tehát az, akik létrehozzák estéről estére ezeket az előadásokat, ők ugyanúgy szívvel lélekkel dolgoznak, és talán még könnyebben kapcsolódnak hozzánk azok, akik ezt a másik oldalt is hozzá tudják kapcsolni a mi működésünkhez. Gábor, mesélj még a filmről egy kicsit. Kik voltak az alkotótársak, tehát hogy készült? A filmet a Balázs Béla díjas Szász Attila rendezte, ugye az Örök tél és a rengeteg reklámfilm és egyéb filmnek a rendezője. Maga a film tulajdonképpen egy Liszt karácsonyfa ciklusának két dalát próbálja meg feldolgozni, és Erdész Róbert a Szolális zenekarnak az alapítója hangszerelt át, és egyébként nagyon nehéz dolga volt, mert hogy Lisztnek született kötőszövet hiánya volt, úgyhogy óriási hangközöket tudott átérni a kezével. Nekünk a filmben ezt kislány játszotta, és ezért volt fontos az, hogy úgy hangszerelje ezt a dolgot, hogy ők ezt el tudják játszani a kis 10 éves kezükkel is. Egy apró technika dolgot lehet kérdezni, már csak azért forgatókönyvírók, hogy nyilván ott volt a forgatáson, és ez nem egy hollywoodi milliós vagy milliárdos produkció. Hogyan lehet a technikailag megoldani a billentyűknek a mozgatását önmagukban? Létezik ilyen gépzongora. Ja, hogy ez ilyen egyszerű, akkor... Mi is nagyon-nagyon, tehát amikor kitaláltuk a filmet, nem tudtuk, hogy van, de ahogy utána járt a gyártócsapat, akkor örömmel konstatáltuk, hogy létezik ilyen zongora, ami távirányítható tulajdonképpen. A zongora tanárnő a színfalak mögött ült, és amit ő játszott, azt játszotta a zongora, tehát élőben tudtak interaktálni a zongora és a kislány egymással. Zseniális. És no, még egy képileg, hogy nyilván ezt a képi világot nem lehet az online adásokban, de mégis mennyire lehet emészhetővé tenni a közvetítéseket, tehát nem csak egy álló ipari kamera veszi, gondolom. Ez nem, a műpa nagyon jó felszerelt, általában 8-10 kamerával készítjük a felvételeinket, van egy HD stúdium, most már 6-7 éve üzemel, és gyakorlatilag ezen keresztül mi folyamatosan adunk a televíziónak muníciót, tehát hogy rengeteg koncertünket, előadásunkat adta eddig is a Magyar Televízió, és ezt a technikát használjuk fel jelenleg is a vírus. Hát látványban is élvezhető dolog, mintha ott lenne. Abszolút így van. Mi lesz a következő legfontosabb eseményeitek? Ezt még mesélde, Gábor, hogy mi lesz? Hát igazából nagyon nehéz választani, mert folyamatosan, hát most karácsonyra készülünk, rengeteg karácsonyi programunk van, várjuk a döntést, hogy a sátor kinyithat-e a ház előtt, vagy marad egy nagy karácsonyfaként megvilágítva az épület előtt, és aztán következik az újévi koncert, és nagyon várjuk, hogy újra nézők jöhessenek a házba. Hát minél hamarabb így legyen. Köszönjük, mindannyian ezt szeretnénk. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.